A Nuthangerinél marketing vezetőként tevékenykedem, és a vállalat teljes körű marketing, illetve PR kommunikációért felelek, illetve nem csak én felelek, hanem a teljes csapatom, amit 2020 elején egy teljes új koncepcióban építettünk fel annak érdekében, hogy a Nude márkát megfelelő minőségben és megfelelő hatékonysággal tudjuk bevezetni a magyar piacra. Kettőt emelnék ki, nem is egyet. Az egyik a Null márka teljes körű bevezetése, mint projekt. Ez egy rettenetes nagy projekt volt a teljes csapat számára. A másik nagy projektünk pedig a Nuthangeri által üzemeltetett Auchan Corso márka frissítés, egy teljes körű márka frissítésen esett át, és most már azt látom, és a számok is azt igazolják, hogy ez a fajta frissítés megérte, illetve hatékony számokat tudunk elérni, úgyhogy ez egy nagy sikernek könyvelem el. Sokszínű, sokrétű, választ kell adnia a mai kor elvárásainak, és nagyon sok olyan eszköz van, amivel ezt előre fel lehet mérni. Tehát amikor tereket tervezünk, amikor városnegyedeket tervezünk, akkor fel lehet ezekre készülni. Minél több zöld felület, minél több modern építészeti megoldások, kivitelezési megoldások szülessenek ezeken a tereken, hogy hosszú távon ez élvezhető legyen. Mert én azt gondolom, hogy ha elkészül egy negyed, vagy átadunk egy teret, akkor utána ezt megfelelően karbantartsuk, vigyázzunk rá, hogy minél többen, minél hosszabb ideig élvezhessük és használjuk azokat. Ha valaki jól érzi magát egy adott helyen, és azt csinálja, amit szeret, akkor ez meglátszik a munkáim. Én a csapatommal próbálok objektíven hozzáállni, nem mindig feltétlenül sikerül, mert nagyon, nagyon büszke vagyok rájuk, mert nagyon sok olyan feladat állt előttünk az elmúlt mondjuk 2 évben, ami emberpróbáló volt. Azt is remélem, hogy az a fajta motiváció, illetve az a fajta eredmény, amit elértünk együtt, közösen, az őket is motiválja. Azt látom rajtuk, azt látom amúgy nem csak a saját csapatomban, hanem a vállalaton belül, hogy mindenki tudja és mindenki látja, hogy megyünk előre, és ettől ez így gerjeszti magát pozitív értelemben, úgyhogy engem ezek motiválnak alapvetően. Hosszú távú munkának a gyümölcse lehet egy siker. Akár egy projekthez kapcsolódó, akár előre meghatározott vállalati célnak az elérése. Meg kell állni, és azt kell mondani, igen, ezt elértük, és ki kell mondani. Tehát nem feltétlenül elég a nonverbális kommunikáció, hanem ezt verbalizáljuk. Már most is azt gondolom, hogy olyan értékeket képviselünk, és olyanokat tűztünk a zászlónkra, ami predesztinálja arra a vállalatot, hogy 5 éven belül tényleg ezt el is tudjuk érni, ezt a fajta célt, és ahogy előbb említettem, ennek a sikernek tudjunk örülni. Ez a csapat, akik itt dolgoznak, ez a fajta elkötelezettség. Én rég láttam, megmondom őszintén, ilyen szintű odaadást annak érdekében, annak a közös cél érdekében kvázi, hogy tényleg ezeket a célokat minél gyorsabban el tudjuk érni. A siker garantált.